Köszöntöm Önöket, a Hargita magazint látják. Lezárult egy korszak, és új időszámítás kezdődött a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. A 12. tanévnyitó mérföldkőnek számít az iskola életében, hiszen idén egy államilag is elismert intézményben üdvözölhették a diákokat. Zsúfolásig telt a nagy aula a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai épületében. Kíváncsi tekintetű gólyák és tapasztaltabb másod, illetve harmadévesek ültek be azokba a padokba, amelyek meglátásuk szerint a sikeres élet kezdetét jelentik. A 12. tanévnyitó mérföldkő az intézmény életében, hiszen ez az első szeptember az akkreditáció után. A jogi elismertség pedig a kezdetekkor megálmodott pályára helyezte az egyetemet. Újra megtölthetjük tartalommal azt, amit ma Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek nevezünk. Volt egy cél, az akkreditáció, elértük. De számos más cél van. És az a kérdés, hogy az akkreditáció ez cél vagy eszköz. Véleményem szerint eszköz. Eszköz ahhoz, hogy még jobban tudjunk egy közösség hasznára válni. Egy olyan közösséget szeretnénk építeni, aki itthon képzeli el a jövőjét. Ebben hiszünk, és ezért dolgozunk. A felszólalók közül többen hangsúlyozták az itthonmaradásnak, Székelyföld tudatos építésének, a közösség formálásának fontosságát. Mint elhangzott, a világrendje lassan helyreáll, főszerepet kap újra a tudás, amely hozzájárul az emberi és természeti adottságok, erőforrások nagyjátételéhez. A mostani világ arról kezd szólni, hogy lassan már a 89 utáni zűrzavarba felnövekedett politikai-gazdasági pályát választott közeg helyett komoly felkészült emberek kerülnek, mert a világrendje nehéz háborús átmenetek és ilyen forradalmi hangulatoktól eltérően mindig az volt, hogy azok, akik teljesíteni tudtak, azok haladtak. Úgyhogy munkára fel. Az akkreditáció, az egyetem elismertsége nem feltétlenül a diák létszám mennyiségében mutatkozik meg, inkább a jelentkezők tudatosságában érhető tetten. Emiatt a nem túlságosan átgondolt érettségi rendszer miatt minden egyetem megsínylette a felvételi toborzást, ez a Szapienciát is érintette, de hát a tandíjmentes helyek nagy részét betöltöttük, ez nagyon fontos. De látok egy újdonságot is, amit örömmel mondok el, azt, hogy ebben az évben sokkal többen vannak olyanok, akik tudatosan a Szapienciát választották, akik nem csak felvételiztek, hanem mindenki be is iratkozott, és egyre többen vannak azok, akik úgynevezett, ha szabad így fogalmaznom, tekintélyesebb középiskolákból jöttek. Ezt én egy lényeges fordulatnak tartom, mert ez vezethet el ahhoz, hogy igazából a minőségi képzésnek a műhelye legyen ez az egyetem. Egy-egy korszak lezárulásával együtt jár a számadás is. Mi az, ami működik, és mi az, amire nincs érdeklődés? Itt az idő, hogy az egyetem vezetősége, a kuratórium, a diákok, tanárok együtt átgondolják, hogy milyen szerepet szánnak a jövőben a Szapienciának, hiszen vannak olyan szakok, amelyek sikeresek, nagy az érdeklődés, és a munkaerőpiacon is lehet velük boldogulni, és vannak olyan szakok, amelyek nem sikeresek. Diákok sem jelentkeznek ezekre a szakokra, és a munkaerőpiacon sem lehet az ilyen típusú végzettséggel boldogulni. Tehát azt üzenem mindenkinek, minden diáknak, tanárnak, hogy ezt a felelősséget érezzék át, hogy olyan hittel, alázattal, kitartással vágjanak neki az útnak, hogy ez az út első szakasza az egyetem, és utána az életben kell megmutatni azt, hogy amit tanultak, az hasznos, és a közösség javára is fordítható. A csíkszeredai székelyföldi közösség pedig meghálálja a jól végzett munkát. Cserébe színvonalas kulturális programokat, kiváló sporteseményeket, követésre méltó példaképeket biztosít a diákok számára. Annyi lehetőség van az alternatív programokra, a kikapcsolódást, illetve feltöltődést, de ugyanakkor a ezek által való tanulást és önképzést segítő jellegű alternatív munkára, amely talán máshol magyar anyanyelvű ember számára a saját anyanyelvén sehol nincs Erdélyben. Úgyhogy ez egy olyan komparatív előny, amellyel a diákságnak, a hallgatói közönségnek élni kellene tudnia. Eddig nem sikerült teljes mértékben, de reméljük, hogy egyre jobb lesz ez a vonatkozás és a tevékenységnek. Az új tanév jó hangulatban, lelkesen kezdődött. Ehhez a Kódex együttes színvonalas produkciója is hozzájárult.
Az első évesek eskütételét követően a magyar, illetve a székely himnuszok eléneklésével zárult az ünnepség. 15. századi freskóra bukkantak a csíkkarcfalvi római katolikus templomban. A Román Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium által támogatott felújítást decemberre tervezik befejezni. A feltárt freskó is látogatható lesz majd azután a római katolikus vártemplomban. Felcsik legjelentősebb erőtemploma a csíkkarcfalvi római katolikus vártemplom, egyik a legszebb és legjobban karban tartott székelyföldi műemlékeknek. A nagyboldogasszony tiszteletére szentelt gótikus templom a 15. században épült. Erre az időszakra utal az 1796-ban talált küszöbkő, amelyen az 1444-es évszám szerepel. A mostani restaurálás nagy meglepetéssel szolgálta szakemberek számára, a felújítások során egy keresztre feszítési jelenetet ábrázoló, vegyes technikával kivitelezett falfestményt találtak. Freskó és szekkó vegyes technikával készítették, a stílusjegyek alapján feltételezhetően a 15. század végén. Ez a 15. századi falkép ez az egyik legjelentősebb, ami most a felújítások során került napvilágra, erről korábban nem volt tudomásunk. Egy falkutatás, a munkátok megkezdése előtt végzett falkutatás során derült ki, hogy itt a szentély északi falán, a Sekeshajtó fölött egy festett felület van, és így a munkálatok, tehát a jelenlegi zajló restaurálási munkálatok során sikerült feltárni a viszonylag jó állapotban lévő falképet. Az erőtemplom egy szikladombon 735 méter magasságban látható, udvarára a lőréses pajzsfallal ellátott kaputorony alatt lehet bejutni. A mai templom kelet-nyugati tájolású, kettős térfűzésű hajó és szentély együtteséből áll. A vártemplom legrégibb része a gótikus boltozattal ellátott szentély, amely 1444 körül épülhetett. Az egykori barokk stílusú főoltár középső olajfestménye Szűz Mária bennybe menetelét ábrázolja, két oldalán pedig Szent István és Szent László képei láthatók. A jelentőségenek megvitása az is, hogy hangsúlyozottan kiemel a hívem előtt azt a tényt is, hogy milyen nagy áldozatot hoztak annak idején az itteni emberek, az őseik, hiszen amit mi nem tudunk megjavítani, ők felépítették, megvalósították, és nagy értékítették nem csak a csiknagy boldogasszonyi hívek számára, hanem általában mindenki számára és minden magyar ember számára. Hiszen a zarándokok, a zarándok turisták mindig nagy számmal keresik fel, és nem csak azért, hogy lássák a templomot, hanem hogy imádkozzanak benne. Nagy boldogasszony egyházközösség várja a látogatókat, és valószínűleg Árpád-kori előzményekkel rendelkező temploma régi kincseivel az új csodálókat. A tervek szerint decemberre befejeződhet a restaurálás, így a régi és új látogatók egyaránt megcsodálhatják a több száz éves freskót is. Biciklis felvonulás, utcalezárás, autómentes nap és fotókiállítás. Székelyudvarra is bekapcsolódik az Európai Mobilitási Hét elnevezésű mozgalomba. A polgármesteri hivatal munkatársai vállalták, hogy egy nap nem négy, hanem csak két keréken jutnak el munkahelyükre. Kerékpározni jó, olcsó, ugyanakkor a két keréken való járás környezetkímélő és egészséges is. Ezek a legfőbb okok, amiért szerte a világban bicikliznek az emberek. És hogy Székelyudvarhely se maradjon ki a sorból, jó példával jártak elől a város előjárói, akik maguk is két keréken gurultak ma a hivatalba. A cél felhívni a figyelmet a mozgás fontosságára, az egészséges életmódra, illetve a kerékpározás népszerűsítése. Az, hogy ilyenkor iskola kezdéskor és a kora ősszel az emberek a természetbe töltsék az idejüket, ez mindenféleképpen követni való példa, és amennyiben néhány óráig, néhány napig az autókat is tudjuk mellőzni, és biciklivel végezzük bizonyos dolgainkat, azt gondolom, hogy ez az elkövetkezőkben is a hivatal is kell ezt támogassa. Úgy gondolom, hogy az aktív életmód és az egészséges, olcsóbb közlekedés az egy nagyon fontos dolog. Nem mi találjuk fel a spanyol viaszt, viszont valamiképpen lehetőséget kéne teremteni a bringázni szeretőknek, vagy a bringásoknak, hogy biztonságosabb utakon, megfoghatóbb körülmények között az autósoknak a szimpátiája mellett közlekedjenek, és úgy gondolom, hogy az akkor egy újabb előrelépés.
Az Európa szerte zajló mobilitás hetébe bekapcsolódott Székelyudvarhely is 37 másik romániai település mellett. A polgármesteri hivatal, az Udvarhely Info Egyesület és a Bringáz Udvarhely Mozgalom tulajdonképpen többnapos programot szervezett erre a hétre. Egy tájékoztató füzetet is kiadtak, amelyben egyebek mellett a biztonságos biciklizésről is képet nyerhetnek. A következő nagyobb megmozdulás a csütörtökre tervezett biciklikörút lesz a városban, amelyre a lakókat is várják. A terveink szerint 3:30 és 4 óra között találkoznának azok, akik szeretnének tenni egy kört a városban, a Betlen lakótelepen, a Dávid Ferenc téren. 4 órakor indulnánk, van egy bizonyos útvonal, tehát hogy a Betlen lakótelepről a terelőútra megyünk, onnan pedig be a városközpontba, és amikor beérünk a Mártonáron térre, tehát a Patkóba, akkor ott készítenénk egy nagy közös fényképet, úgyhogy mindenki felemelni a kerékpárját. A biciklisek felvonulásán fotógyűjtemény készül, amit a Mokka kávéházban lehet majd megnézni. Szombaton délelőtt lezárják a Kossuth Lajos utcát, a tervek szerint itt szintén kerékpáros rendezvényeket tartanak. Túl ezen a héten szerdán buszjegyként használható a jogosítvány a Bálint transzhelyi járatain, azaz a gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkezők egész nap ingyenesen vehetik igénybe a városi tömegközlekedést. A cél az, hogy legalább egy napra ilyen módon is tehermentesítsék a város útjait. Hargita megye tanácsa újabb jelentős összeget különített el a történelmi egyházak és műemléképületek támogatására augusztusi ülésén. Borbély Csaba találkozón kihangsúlyozta, az egyház az élet számos területén lát el fontos feladatot, amelyekben az önkormányzat is partner kíván lenni. A római katolikus, a református, az unitárius és az ortodox egyházak képviselőivel írt alá támogatási szerződést Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke szeptember 18-án. A közgyűlés augusztusi ülésén 775 ezer lejt különített el az épített örökség megőrzéséért kifejtett munka finanszírozására. Amint a találkozón elhangzott, a műemlékek számos turistát vonzanak a vidékre, a turizmus pedig egy fontos kitörési pontja Hargita megyének. Mi nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a megyei tanács belevette a programjába is, támogatási programjába ezt a tényt, hiszen nagyon rászorulunk híveink szegénysége miatt elsősorban. Nem old meg minden problémát az ilyen támogatás sem, de ha nincs ez a támogatás, akkor annyit se tudunk elérni, mint amennyit szeretnénk. A segédpüspök elmondta, bár a múlt rendszerben nem volt lehetőség az egyházi épületek, templomok karbantartására, mára nagyot haladt ez a program is. Az egyháznak a törődésre, a szolidaritásra irányuló tanításai elsőrendű fontossággal bírnak abban, hogy itt úgy tudjunk megmaradni, hogy egymás közben erősítsük és hát közösen próbáljuk a gondokat, a problémákat leküzdeni. Hargita megye tanácsa pályázati úton támogatja az egyházi táborokat, a településeken zajló különböző nevelő tevékenységeket. Ugyanakkor partnerségben zajlik az otthongondozás és a falugondnoki szolgálatok működtetése is. Hargita megye tanácsa összességében mintegy 1 millió euróval támogatja a történelmi egyházak közösségépítő tevékenységét. Magyar állami kitüntetéseket adományoztak 5 jeles székelyföldi személyiségnek a csíkszeredai főkonzulátuson az augusztus 20-ai magyar állami ünnep alkalmából. A kitüntetettek között van pedagógus, szorványban dolgozó orvos, lelkész és kiváló sportoló is. Bár az élet más-más területén tevékenykednek, közös bennük a nemzet iránti elkötelezettség, illetve a magyarság megmaradásáért végzett önzetlen munka. Egy-egy életút elismerését jelképezik azok a magyar állami kitüntetések, amelyek a csíkszeredai főkonzulátuson kerültek átadásra. Dr. Áder János, az anyaországi köztársasági elnök, az augusztus 20-ai magyar állami ünnep alkalmából 5 jeles székelyföldit tüntetett ki. Lelkipásztor, pedagógus, orvos és kitűnő sportoló is részesült elismerésben.
Jellemzően, hogy egy életút elismeréssel van egy kitüntetés mögött, és valahogy igazolni látják a kitüntettek azt, hogy amit tettek az életben, azt jól tették, érdemes volt, jó úton jártak, és hogy örömmel tölti el őket az is, hogy értékelte valaki az ő munkájukat. Az külön öröm számukra, ezt a magyar állam teszi, és a magyar állam legfőbb közügyi méltósági köztársasági elnök. Én azt látom a szemekben, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a kitüntetések évről évre eljussanak a címzettekhez. A csíkdánfalvi születésű Albert Ernő, a Székely Mikó Kollégium nyugalmazott iskolaigazgatója, a magyar népköltészet mint maradandó érték kutatásáért, a folklórkincs gazdagításáért vehette át a magyar érdemrend tiszti keresztjét. Meglepődtem, hogy ilyenre érdemesnek tartanak ennyi év után. Én 80 évet betöltöttem, de még nem igen kopogtattak azzal az ajtóból, hogy gyere, mert kitüntettünk. Tehát most tényleg meglepődtem, hogy ilyen kitüntetésben részesítettek. Mi nyomoztam itt most, mióta itt vagyunk, hogy mégis ki javasolt, miért javasolt? Nem tudják, hogy ki. Azt mondták, hogy azt még azért sejtik, hogy miért. Dr. Ballók Jolán görgényüvegcsűrőn dolgozik gyerek- és családorvosként. 30 éven át kisebbségi létben tett eleget orvosi hivatásának, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a görgényi havasok legutolsó településén békében éljenek együtt románok és magyarok. Nagyon-nagyon váratlanul ért, és nagyon nagy megtisztelés jelent, és ugyanakkor egyfajta védelmet is jelent. Úgy érzem, hogy most már biztosabban tartozom az anyaországhoz, és tehát a magyarsághoz. Fiatalként az 1950-es évek elején megjárta a poklok poklát, meghurcolták és börtönbe zárták. Szabadulása után Istenhez fordult, teológiát végzett és nyugdíjba vonulásáig a sáronbergi református egyházközség lelkipásztoraként tevékenykedett. Nagy Géza közösségépítő tevékenységéért, életútja elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át. Hogy megérdemeltük vagy nem, ezt nem mi döntjük el, hanem a mindenható Úristen és mások. Én úgy gondolom, hogy vannak még, akik nálamnál többet tettek, talán érdemesebbek, de hát ha olyan kedvesen hívnak, adják, akkor jó szívvel, örömmel elfogadom. És hálát adok az Istennek, hogy kaphattam. Csíkszereda szülötte, Csíkszereda első bajnok jégkorong csapatának kimagasló tagja, kitűnő sportoló, példakép. Takács István, ahogy sokan ismerik Pista bácsi, sportolói pályafutása, valamint a csíkszeredai református egyházközség érdekében végzett munkájának elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át. Sosem az érdemekért dolgoztam, sportoltam, hanem az egyházon és a sport iránti szeretetből és elkötelezettségből. Mert én becsületbeli dolognak tartottam, és tartom azt, hogy azt a munkát, amit rám bíztak, és amit elvállaltam, azt a legjobb tudásom szerint elvégezzem Isten segítségével. Mert ő adott nekem ehhez erőt, egészséget és tehetséget. Az ötödik kitüntetett Nagy Ferenc nyugalmazott lelkipásztor egészségi állapota miatt később veheti át elismerését. Az ünnepi alkalmat a Kódex együttes muzsikája tette színesebbé. Ez volt már a Hargita magazin, köszönöm, hogy velem tartottak, találkozunk jövő héten is a megszokott időpontban. Viszontlátásra!